A NASA csillagokat vizsgáló tudósai biztosak benne, hogy az elkövetkező pár évtizedben felfedezzük a Földön kívüli élet első jeleit. De vannak, akik szerint már ellátogattak idegen űrhajók a Földre. Nagy fekete repülőtárgy. Hey, nyugi! Nyugi, nyugi! Ám a szokatlan állítások szokatlan bizonyítékokat igényelnek. A sorozatban a Földön észlelt legjelentősebb, közelmúltban történt UFO észleléseket mutatjuk be. Aznap valami furcsát láttak az égen. Csatlakozik hozzám az ismert asztrofizikus és űrújságíró Sarah Crudas. Egy ilyen különleges dolog esetén logikusabb magyarázatot kell keresni. Szerintem ennek van tudományos magyarázata. Együtt szétszálazzuk a tényeket és a fikciót. Ez egy azonosítatlan repülőtárgy. Tudtam, hogy ezt mondod, és igen, ez az. Ez minden idők legnagyobb UFO rejtélye. Különleges UFO megfigyelési központunkból beszélünk szakértőkkel. Nincs konvencionális magyarázatunk arra, amit látunk. Leleplezőkkel? Ha bármikor kiáll valamivel egy olyan szervezet, mint az enyém, annak nagy hatása van. És szemtanúkkal. Ott volt az a hatalmas sugár. Legalább másfél, 2,5 kilométer széles lehetett. Wow. Ejha, én is megijedtem. Végül válaszolunk a nagy kérdésre. Egyedül vagyunk a világegyetemben? Bármik is, nem erről a világról való. Craig Charles, UFO összeesküvések. Huge explosion. Nagy robbanások, vakító fény. Blinding lights. Egy katonai kötelék küzd egy alakváltó UFO-val. Ez egy jelenet lehetne az X-aktákból, kivéve, hogy ez egy dél-walesi faluban játszódott le. Voltak elméletek megnyíló portálokról. Nem tudom, időportálokról, dimenzióportálokról. Valami rendkívül ritka jelenség volt. Bármi is volt, nem ebből a világból származott. Nem katonai volt, fogalmazzunk úgy. Egy ismeretlen eredetű jármű az Egyesült Királyság felett. Potenciális fenyegetés lehet. Biztosan az. február 26-ának korai óráiban Pentör lakói olyan eseményt láttak, ami megváltoztatta az életüket, és megrázta a nemzetközi UFO közösséget. A szemtanúk egy hatalmas piramis alakú járművet láttak egy fasor fölött. A hatalmas gép körvonalait fények világították meg. Majd még furább dolgok történtek. Katonai repülőgépek és helikopterek rémisztő csatába keveredtek az UFO-val, amely végül megsemmisült. A szemtanúk meggyőződése, hogy valami földön kívüli tárgyat láttak. És milyen közleményt adott ki a katonaság? Hadgyakorlat volt. Lehet, hogy ez csak a fedő sztori? Nick Pope egykor maga is a hadügynél szolgált, így pontosan tudja, hogyan reagálnak a hatóságok ilyen esetben. Természetüknél fogva titkolózó szervezetekkel van dolguk, akik azonnal arra törekednek, hogy ne osszanak meg információt. Mindig aggaszt, amikor ezzel száll szembe valaki. Ez a létező legreménytelenebb dolog. Ha a Pentörhi UFO incidenst a katonaság próbálja leplezni, akkor semmi sem akadályozhat meg minket, hogy a végére járjunk a brit történelem egyik legjelentősebb UFO észlelésének. British history.
Sarah, ez lenyűgöző sztori. Annyira drámaian hangzik. Hogy nem hallottam róla? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Egy háromszög alakú tárgyról van szó. Rengeteg szemtanú, erős fények, olyasmi, amit sok érthetetlen esetnél látunk. Egy dolgot hiányolok, a tárgyi bizonyítékot. Hol vannak a fényképek? Hol vannak a felvételek? 2016-ban volt. Igen, de égi tűzharcról van szó. A katonaság is érintett volt. Ők kiadtak volna erről egy közleményt, nem? Valószínűleg igen, de tény, hogy ezt ki kell vizsgálnunk. Hinnünk kell a szemtanúknak. Kivel beszéljünk először? Beszélnünk kell egy szemtanúval. Van is egy jelölt. Cass Clark. Látta mindezt, és az egész életét megváltoztatta. Mondja el, mit látott. Rendben. Tehát a katonaság miatt figyeltem fel mindenre. 3 nappal az érkezése előtt már voltak gépek a levegőben. Éppen bementem volna a házba, amikor egy nagy gépet hallottam, mintha rakéta lett volna. Úgyhogy visszamentem, és megláttam az első vörös fényt, magasan a házam mögött lévő fák fölött. Hívtam az egyik szomszédomat, és a kapuhoz rohantunk. Akkor az a vörös fény 3 vörös fénnyé vált szét. Egy hatalmas piramis csúcsán voltak. Egy fekete leplen átjött a világunkba. Lassan fordult, órajárással ellentétesen. Amikor függőleges helyzetbe került, a tetejéről egy fényes, zöld tárgyat lőtt ki. Mintha egy nagy zöld csillag lett volna. Átrepült a fák fölött és megállt. Lassan előre-hátra ingott. A kapun álltam, hogy jobban lássak, és azt kiáltottam, hogy leszáll, leszáll. Tényleg azt hittem. Ekkor, mintha villámot lövelt volna ki. Ezután megláttuk a helikoptereket, amik balról repültek be a mező fölé, 3 szög alakú pozícióban. A zöld tárgyal voltak ütköző pályán. Miután a helikopterek eltűntek az égről, ott volt az a 2 hordó alakú tárgy. Teljesen csendesek, és kis autó méretűek voltak, vörös színűek. A belsejük, mintha mozgott volna, mintha belül kavarognának, mint egy sütitészta. Az egyik vörös fény megállt a sövény fölött, tőlem úgy 20 méterre. Csak egy valami jutott az eszembe, hogy integetek. Éreztem, hogy pásztáz. 24 órán belül megőszültem. Azok a tárgyak különböző irányokba távoztak. A házhoz sétáltunk, ami úgy 1/2 percre volt. Ekkor egy nagy robbanást hallottunk. Olyan hangos, olyan nagy volt, hogy az emberek rázkódtak az ágyukban. 20 katonai légijármű volt fent. C-17-esek, C-130-asok. Chinook helikopterek, apacsok. Ez nem hadgyakorlat volt. Igazi akció, lakott terület fölött. És nem tudhatunk róla. Másnap hajnalban Kez posztolni kezdett a közösségi médiában, azt állítva, hogy ez nem hadgyakorlat volt, hanem jelentős UFO esemény. Nem sokra rá rejtélyes férfiak keresték meg egy sor kérdéssel. Mit mondtak önnek? Tudni akarták, hogy kivel beszéltem. És pontosan hogyan beszéltem velük. Találkozót beszéltem meg velük, és azonnal végzetes autóbalesettel fenyegettek meg. Azt kérdezték, hogy nem aggódom-e, mi fog történni a családtagjaimmal, mert mindig történnek balesetek. És hogy mit akartam, amit elég fura kérdésnek tartottam. Bárkik is voltak, tudták, mi történt aznap éjjel. Ez dermesztő, letaglózó. Hogy érzi magát most, hogy beszél nekünk mindenről? Még hatással van rám. Nem mondhatom, hogy nem. Egyszerűen mindent meg kell kérdőjeleznem emiatt, mert ez valóságos volt. És a haderőnk is tudja ezt. A katonaságunk aktívan követi és lelövi őket.
A gondunk az, hogy most megpróbálunk nyomozni, hogy a beszámolója olyan hiteles, olyan összeszedett, de nincs rá bizonyíték, hogy mindez tényleg megtörtént. Amikor intett, miért nem nyúlt a telefonjáért? Miért nem készített felvételt? Miért nem fényképezett? Tudom, hogy... Próbáltunk. De a telefonjaink nem működtek. Egyáltalán nem. Nem tudom, hogy köze volt-e az E3-as Sentryhez. Ez teljesen megdöbbentett. Megnézzük, segíthetünk-e ennek a végére járni. Segíthet, hogy három poligráfos vizsgálat bizonyítja, hogy valóban láttam mindezt. Kezd meg vannak a poligráfos eredmények? Igen, meg. Át tudná küldeni nekünk? Szerintem igen. Ez a legijesztőbb történet, amit valaha hallottam. Az aggaszt, hogy veszélyben vagyunk-e, tudván mi történt vele. Fogalmam sincs, de utána nézek, mert ez a legnyugtalanítóbb történet, amit eddig hallottam. És annyira hihető. Kez egyáltalán nem volt mesterkélt. De lehet, hogy tényleg katonai akció volt. Nem tudjuk, mi történt ott. De megpróbálták leállítani. De miért? Miért? Ez kezd nagyon érdekes lenni. A folytatásban. 20 méteres fák roppantak ketté. Mintha valami nekik ütődött volna. Tárgyi bizonyítékokat gyűjtünk Dale Wellsben, egy lehetséges ütközési helyszínen. Követtük a törmeléknyomot a végéig. A környező fákon égés és karcolás nyomok voltak. Egy megdöbbentő tanúvallomás katonai fedőakcióra utal. Megváltoztatták a történetüket legalább fél tucat alkalommal. Megtartják a titkaikat. Sok mindent nem tudunk, nem mondják el. De jogunk van tudni, hogyha bármilyen veszélyben vagyunk. A legtöbb UFO jelenség földi eredetű. Több, mint a felük valójában meteor, légköri jelenség vagy katonai repülőgép. De esetenként egy észlelés olyan fura, olyan meghökkentő, hogy lehetetlen tagadni, hogy egy általunk nem értett jelenségről van szó. Valami, amit el sem tudunk képzelni, amit ki kell vizsgálnunk. Egy 2016-os Wellsben történt incidens. A Wellsi Roswell is ilyen eset. A hatóságok hallgatásának néma fala ellenére a szemtanúk meggyőződése, hogy egy hatalmas fényháromszöget és egy komoly akciót láttak a katonaság és egy jól kivehető idegen űrhajó között. Ez a különleges esemény egy hatalmas robbanásban csúcsosodott ki, majd egy UFO nyilvánvaló lelövésében. Az egyetlen szemtanút, aki nyilvánosan is közölte a történetet, megfenyegették. Azonnal végzetes autóbalesettel fenyegettek meg. Semmi mást nem szeretnék ezzel, csak az igazságot. Szara, tehát vannak szemtanúink, akik nagy piramis alakú repülőtárgyat láttak, amit üldöztek és lelőttek a légierő gépei. Chinook helikopterek, Herkules helikopterek, C-130-asok, C-17-esek. Szinte az összes géptípus fent volt. Beszéltünk Kez Clarkkal. És milyen hatásos interjú volt, ezt elismerem. Hátborzongató. Craig, ismered a mottómat, bízz és bizonyíts. Bízom benne, de még nem bizonyítottuk be. Bizonyítékot kell keresnünk. A 2016. február 26-án történt esemény csak egy kivételes történet kezdete volt. Amit másnap reggel találtak, további fontos darabok a kirakósban. Reggel 9-kor Kez és néhány szomszédja elindult oda, ahol szerintük az UFO földet ért. Egy sűrű erdőben a Pentörktől 10 kilométerrel nyugatra fekvő Spylock Woodsban. Kez mit fedezett fel?
20 méteres fák roppantak ketté, amerre csak néztünk. 30-35 centiméteres átmérőjű törzsek. Követtük a törmeléknyomot a végéig. A környező fákon égés és karcolás nyomok voltak. És az égésnyomok színe fehér volt, nem fekete. A levegőben bűz terjengett. A tönkrement fák alig 800 méterre voltak a királyi Glamorgan kórháztól. Van egy 2016. február 26-i levelünk a kórház egy volt alkalmazottjától. Ebben egy extrém hangos robbanásról beszél, és szokatlan, kénes szagról a levegőben. 2016. február 26-ának korai óráiban. A kórházban a betegek felriadtak az álmukból. Olyan sűrű volt a füst, hogy bejutott a szellőzőkön és az ablakokon át. Autóriasztók indultak be. Kétségtelenül valamilyen jelentős dolog történt aznap éjjel. Mivel a katonaságtól csak kevés információ került ki, közelebbről is meg kell vizsgálnunk a bizonyítékokat, az akkori fényképeket és felvételeket. Ez Smiler Woods. Nézd, ott vannak a törött fák. Mintha valami nekik ütközött volna. Valamilyen repülőtárgy. Vagy robbanás volt? Ugyanazon a szinten, mintha átment volna rajtuk, és eltörte volna őket. Lehet, hogy szélkár. Szélkárnál általában gyökerestül fordulnak ki. Látszik az egész gyökerük. Villámcsapás lehet, de ilyen sok fán. Van más valami is, amit megnéznék. A tektonikus aktivitás. Azt is megvizsgáljuk. A február 26-át követő napokban és hetekben sátrak tűntek fel az UFO észlelés helyszínének a környékén, és rejtélyes emberek kezdték el felmérni a területet. Azt mondták, hogy átkutatják a terepet. Valamiféle nagy laptop félét használtak. De kétszer szélesebb volt egy laptopnál. Fémtartóban volt. Titokban lefényképeztem a táborukat. Új lenyomatokat kerestek a piramis feltűnésének a helyén. Miközben arra sétáltunk, mindannyian felálltak és minket néztek, amíg el nem tűntünk. Mint valamilyen 60-as évekbeli kultfilmben. Nagyon ijesztő volt. Tagadhatatlan, hogy itt történt valami. De ha ez valódi katonai művelet, katonai helyszínen is volt, akkor nem tudtak volna ilyen közel menni, hogy lefényképezzék őket. Mit csinálhattak azok az emberek? Gyűlnek a bizonyítékok, és úgy tűnik, eltitkolták a történteket. De még mindig nincs bizonyíték UFO jelenlétére. Minden Cass Clark tanúvallomásán alapszik. Alig várom, hogy lássam a poligráfos vizsgálata eredményét. A hazugságvizsgálók nem tévedhetetlenek. 80-90% közé becsülik a pontosságukat, de az eredmények segítenek pontosítani a képet. Lássuk, mik a válaszok. Nincs megtévesztésre utaló jel. No deception indicated. Igazat mond. Truthful. Cass Clark egyértelműen úgy hiszi, hogy igazat mond. A részleteket a katonaság eltitkolja. Mi az, amit nem mondanak el nekünk? Valaki mással is beszélnünk kell. Egy UFO kutató újságíróval, Gary Jones-szal, aki az elmúlt 5 évben megpróbált válaszokat találni. A kezdetek óta rajta van az ügyön. Szia, Gary, itt vagyunk Sarah-val. Tehát megkerested a Védelmi Minisztériumot? Igen, megkerestem a Védelmi Minisztériumot, valamint az úgynevezett Egyesített Erők Parancsnokságát, ami a légierőt is képviseli. És hogyan boldogultál velük? Meglehetősen bosszantóan mentek a dolgok. Válaszoltak a kérdésekre, és újabb kérdéseket tettünk fel a válaszokkal kapcsolatban, mire megváltoztatták a történetüket legalább fél tucat alkalommal. Itt van a Védelmi Minisztérium válasza.
Azt kérdezted, a szemtanúk egy zöld fényt láttak a réten, majd katonai gépek tűntek fel az égen. Mi volt az a zöld fény? Eközben lövéseket és robbanásokat is hallottak. Lőtt a katonaság bármire is a hadgyakorlat során? Ez a tárgy lezuhant Smiler Woodsnál. Íme a válaszuk. Szeretnénk önt tájékoztatni, hogy a kérdésekkel kapcsolatban a haderő információkat tart vissza. Úgy véljük, hogy néhány információ szabadságáról szóló törvény 26. bekezdése hatája alá esik. Azt mondják, hogy indokoltak a kérdéseid, de nem válaszolnak. Ilyen formában utasítják el a választ. Tudják, hogy az emberek látták azokat az eseményeket. De amikor hozzájuk fordulunk, hogy megpróbáljunk választ kapni a kérdésekre, egyszerűen azt felelik, hogy ez nem tartozik a nagy közönségre, és nem mondhatnak többet. Lehet, hogy biztonsági kockázat, és azért nem mondják el, mert védeni próbálnak minket. Megértem, hogy bizonyos dolgokat titokban kell tartani, de ezzel embereket sodorhatnak veszélybe. Jogunk van tudni, ha bármilyen veszély fenyeget minket. Őszintén szólva nem hiszem, hogy joguk van hallgatni ilyesmiről. És milyen érzés volt tudni, hogy nem kaphatsz választ tőlük? Meglehetősen bosszantó, mert birtokunkban vannak az információk, amik azt mutatják, hogy ez nem hadgyakorlat volt. Sőt, még számítottak is az eseményre, mert néhány nappal korábban már feltűntek ott a katonai gépek. Radarképek mutatják, hogy ott járőröztek, és végül Panther térségében maradtak 3 teljes napon át. Felváltva járőröztek és kutattak a repülőgépek. Vagyis tudták, hogy ez létező dolog. Szerintem ideje, hogy egyértelműen közöljék, mi folyik. Amit elmondtál, az nagyon hihető információ. Csak annyit tudunk, hogy ez olyasmi, amit nem értünk. Ha megnézzük Cass Clark vallomását, a poligráfos teszteket, és mindent, amit tettünk, az alapján ez UFO esemény. Véleményünk szerint ez interdimenzionális gép volt, ami valahonnan máshonnan érkezett. Egy égi portálon át jelent meg. Tudom, hogy ezt sokan nehezen fogadják el, de minden jel arra utal. Ugyanaz a történet. Azok az erős fények, majd jött a katonaság, összezavarta a történetet. Kirajzolódik egy mintázat. Vannak, akik titkolóznak, sok mindent nem tudunk, nem mondják el nekünk. Hogyan lépjünk tovább az ügyben? Mélyebbre kell ásnunk. A folytatásban. Megvan az időjárás jelentés, a szélsebesség. Szél dönthette ki azokat a fákat, vagy talán szeizmikus aktivitás? Folytatódik a bizonyítékok utáni hajsza. Ha sikerül tárgyi bizonyítékot találnunk, az nagy áttörés lenne az ügyben. És a hadügynél szolgált Nick Pope megtöri a csendet egy másik UFO ügy eltitkolásával kapcsolatban. Jelentés követett, hogy egy nagy háromszög alakú tárgy lassú tempóról nagy sebességre váltott. Öt évvel ezelőtt egy délvelszi apró falut látványos UFO észlelés rázott meg. Idegen űrhajók köteléke csatázott a brit légierővel. Ám a szemtanúk drámai beszámolói kevés ponton egyeznek a haderő által hivatalosan közöltekkel. Ez az ügy további nyomozást igényel. Már beszéltünk Cass Clarkkal, aki lebirincselő történetet mondott el, ami nagyon felkavarta. Látott egy piramis alakú űrhajót az égen, amit a brit légierő helikopterei üldöztek. Egy E-3-as szentrigép is ott körözött az űrhajó körül. Azt mondta, hogy látta, ahogyan felrobban az égen. Egyszerűen mindent meg kell kérdőjeleznem emiatt, mert ez valóságos volt. A katonaságunk aktívan követi és lelövi őket. Van felvétel a lehetséges becsapódási helyről. Ezt nézd! Valami nekik ütközött és elroppantotta őket. Vannak fényképeink arról, ami szerinte helyszínelés volt. Hé! Mit csinálnak azok az emberek?
Tagadhatatlan, hogy itt valami történt. Beszéltünk Gary Jones-szal, aki szerint a Védelmi Minisztérium megpróbálta elhallgatni. A 26-os bekezdés említették. Megváltoztatták a történetüket legalább fél tucat alkalommal. Megvan az időjárás jelentés, a szélsebesség. Szél dönthette ki azokat a fákat? De aznap este csak enyhe szél volt. Ezt kizártuk. Ahogy a földrengést, a szeizmikus aktivitást is. A következő a helyzet. Földrengés esetén előfordul, hogy fényeket látni az égen. Ezek a földrengés fények. Talán az egymásnak ütődő kőzetek által generált elektromosság okozza. Ez gyakran UFO-nak nézik, viszont akkor ott nem volt szeizmikus aktivitás. De még mindig nincs tárgyi bizonyítékunk. Ez a gond. Hallottuk Cass történetét, de nincs bizonyíték. De ha sikerül tárgyi bizonyítékot találnunk, az nagy áttörés lenne az ügyben. A 2016. február 26-i Velszi eset az egyik legjelentősebb UFO észlelés. Kitűnő beszámolónk van, egy szemtanútól láttuk, hogyan károsodtak a fák, robbanásra utaló bizonyítékunk van. És egy irat, ami az eset eltitkolására utal. De még mindig nincsen tárgyi bizonyítékunk az UFO létezésére. Hol vannak a fényképek, hol vannak a felvételek? 2016-ban volt. A következő logikus lépés, hogy összehasonlítsuk a Pentörhi esetet egyéb titkosított katonai esetekkel, hát ha találunk hasonlóságokat. És van egy nagyobb UFO esemény, amit sosem hoztak nyilvánosságra. 1993. március 31-én történt a Cosfordi légibázis fölött. Beszéltem Nick Pope volt katonai vizsgálatvezetővel és UFO szakértővel. Amit ő nem tud az ügyről, azt nem is érdemes tudni. El tudnám mondani, mi történt Cosfordban 1993-ban? Az úgynevezett Cosford incidens kivételes volt, és pont a Védelmi Minisztérium UFO testületének vizsgálata idejére esett. A kérdéses reggelen munkába indultam, és csörögni kezdtek a telefonok. A rákövetkező pár órában egymás után jöttek a jelentések. Nem csak a polgároktól, hanem a katonaság tisztjeitől, rendőröktől. Mit láttak az emberek? Főleg egy nagy háromszögletű űrhajót említettek, amely lassú tempóról, szinte lebegésről, nagy sebességre váltott. Csak annyit tudtam tenni, hogy kizártam néhányat a hagyományos magyarázatok közül, amikkel az UFO-kat szoktuk magyarázni. Például pontosan tudtuk, hol vezetnek a légi folyosók az országba. Nyilván tudtuk, hol repülnek utasszállító gépek, hol zajlottak katonai kiképzések. Megállapítottuk, hogy az észlelés környékén nem volt semmi ilyesmi. Tudtuk, hogy nem indítottak meteorológiai léggömböt. Végig mentünk mindazon, amiket UFO-nak szoktak vélni, és egyenként kizártuk ezeket. Lehetséges, hogy olyan technológiáról volt szó, amit még nem ismertek az emberek? Igen, ez elképzelhető. Azt hiszem, most fején találta a szöget. Lehet, hogy a közvélemény nem ismerte, de a minisztériumban ismertük volna. És mire következtettek? A nyomozásom eredményeként arra jutottam, hogy a bizonyítékok alapján 1993. március 31-én egy azonosítatlan tárgy vagy tárgyak repültek az Egyesült Királyság fölött, ami védelmi szempontból igencsak jelentős. Az adatok szerint a miénknél fejlettebb technológiáról van szó. Miért nem folytatta a vizsgálatot?
Nagy a bürokrácia a Védelmi Minisztériumban. Sokan vannak, akik elég konvencionálisan gondolkodnak hasonló kérdésekről. Egyértelmű szkepticizmus jellemezte a magasrangú vezetőket a katonaságnál, a Védelmi Minisztérium köztisztviselőinél, és persze a politikusoknál. És mindig voltak magasabb rangú döntéshozók, akik leállították az ügyeket. Annak dacára, hogy Nick Pope védelmi szempontból jelentősnek minősítette az ügyet, a Védelmi Minisztérium soha nem adott ki hivatalos közleményt az esetről. Ennek tudatában okkal feltételezhetjük, hogy a katonaság ugyanazt teszi a Dale-Velsi üggyel. De a Pentörhi incidenst nem lehet elkendőzni. Ez tehát szimpla vizsgálatnak indult, de komolyra fordult. Innen merre tovább? Hogyan állapítjuk meg, mi az igazság az ügyben? Van valaki, akivel beszélnünk kell. Ő jelentheti a titok nyitját. A folytatásban. Elmagyarázná, mi az az elektromágneses vizsgálat? Egy terület elektromágneses mezőjének a felmérése. Emily Williams UFO-kutató megosztja velünk a Pentörhi baleset helyén végzett kutatás eredményét. Hatása volt az elektromágneses mezőre. És egy nagy áttörés, egy új hír, új megvilágításba helyezi az ügyet. Az amerikai haditengerészet megerősítette, hogy ez egy piramis alakú UFO-ról készült felvétel. Erre most nem tudok magyarázatot. A célunk, hogy feltárjuk az igazságot egy kivételes UFO észlelésről, amelyre 2016. február 26-ának korai óráiban a Dale-Velsi Pentörhben került sor. A katonaság egy földön kívüli űrhajót lőtt le, ahogy ezt a szemtanúk állítják, akkor ez volt minden idők legnagyobb eltitkolt UFO eseménye. Lépésről lépésre rengeteg bizonyítékot gyűjtöttünk össze, és minden részletet alaposan megvizsgáltunk. Tekintsük át a tényeket. Adott Cass Clark rendkívül részletes leírása mindarról, ami azon az éjszakán történt. Szerinte egy piramis alakú űrhajót a brit légierő gépei vettek üldözőbe, majd lőttek le. Egy nagy robbanást hallottunk. A katonaságunk aktívan követi és lelövi őket. Erőteljes élénk beszámoló volt. Felvételeink és fényképeink vannak az utóhatásról is, amiket egy helyszínelő hadművelettel együtt kezd rögzített. És ott a poligráf. Ha hihetünk az eredményeknek, az tovább erősíti Cass Clark szava hihetőségét. Nincs megtévesztésre utaló jel. Igazat mond. Láttuk, hogy széttörtek a fák, pedig nem fújt szél, nem volt szeizmikus aktivitás a környéken. Félbetörtek. A következő aggaszt. A Védelmi Minisztérium a 26-os bekezdésre hivatkozik, vagyis nem akarnak beszélni az ügyről. És titkos szervezetek keresték meg Kezt, hogy tartsa a száját. Ez mindenképpen érdekes és hihető ügyképét vázolja fel, de beszélnünk kell még valakivel. Emlyn Williams-el. Egy másik kutatóval. Üdv, Emlyn, Craig vagyok. Üdv, örülök, hogy beszélünk. Emlyn az utóbbi 5 évet ennek az ügynek szentelte. Meggyőződése, hogy bizonyítékot talált rá, hogy egy földön kívüli jármű csapódott be Smilog Woodsnál 2016. februárjában. Részletes elektromágneses vizsgálatot végzett a becsapódás helyén, és jellegzetes anomáliára bukkant. Elmagyarázná, mi az az elektromágneses vizsgálat? Egy terület elektromágneses mezőjének a felmérése. Megmértük az értékeket a kez által jelzett területen. És ott más értékeket mértünk, mint a többi területen.
A tárgy hatással volt az elektromágneses mezőre. Az elektromágneses mező a természet négy alapvető erőjének az egyike. Magas elektromágneses értékeket okozhatnak természeti jelenségek, például viharok. De előfordul, hogy megmagyarázhatatlan módon bizonyos tárgyak is ugyanezt a hatást válthatják ki. Mikor végezte az elektromágneses mező felmérését? 2017. októberében, 18 hónappal az esemény után. 18 hónappal utána. Mennyiben más, mint a kontroll minta? A kontroll mintáink valójában más területekről. Vagyis nincs kontroll minta az incidens előttről? Nincs, csak más területekkel hasonlíthatjuk össze, amelyek úgymond semlegesek. Ön szerint milyen tárgy volt? Fogalmazzunk úgy, hogy nem katonai. Mondjuk ki, ön szerint nem e világi tárgy volt? Úgy van. Nem tudom, honnan jött, de amit a szemtanúk láttak, az nem jellemző egyetlen katonai járműre sem, amennyire tudjuk. Nehezünkre esik elhinni azt is, hogy hadgyakorlatról volt szó. Beépített területen volt, és robbanás is történt egy kórház közelében. Sok lakatlan terület van, ahol hadgyakorlatokat tarthatnak. Miért lakott területre tervezték volna? Kora hajnalban. Mivel három nappal korábban szállt már arra repülő, nekem úgy tűnik, hogy vártak valamire. Lehetett valami információjuk arról, hogy történni fog valami azon a területen, csak nem tudták, hogy pontosan mikor. De ön szerint ebből levonhatunk következtetéseket? Ön szerint ez elég bizonyíték arra, hogy azt mondjuk, ennek semmi köze nem volt a katonasághoz, hogy nem e világi volt? Csak annyit mondhatok, hogy ez érdekes eset. Eddig ez az egyik legjobban dokumentált, és a szemtanú vallomása önmagában is megáll. Elfogadná egy földhöz ragadtabb magyarázatot? Igen, nem ragaszkodom ehhez. Először is ki kell zárni a lehetőségeket, hogy katonai műhold vagy meteorit volt, és el kell fogadnunk a megmaradt lehetőségeket. Emilyn, végeztünk egy kis kutatást. Aznap éjjel gyenge szél volt, vagyis nem időjárási front okozta. Nem volt szeizmikus aktivitás, nem volt földrengés, vagyis még mindig nem tudjuk, hogy mi okozta. Egyetértek. Köszönjük szépen, Emilyn. Köszönöm. Sarah, nem hiszem, hogy a bizonyítékai előre mozdították a vizsgálatot. Úgy vélem, ejtsük ki az elektromágneses mérést. Nem felelt meg a tudományos elvárásoknak. 18 hónappal az eset után történt, így nem segíti a kutatást, de kezd leírása nagyon meggyőző, még mindig lenyűgöz. Egyelőre még mindig nincs tárgyi bizonyítékunk a 2016-ban a Dale-Velsi Pentörkben látott piramis alakú földön kívüli járművel kapcsolatban. De amikor már majdnem a kutatás végére jutottunk, és lassan kialakult a véleményünk. Egy új hír. Szeretnék mutatni valamit. Az amerikai haditengerészet megerősítette, hogy ez egy piramis alakú UFO-ról készült felvétel, amit a haditengerészet rögzített. Nézzük meg! A USS Russell személyzete által 2019. júliusában rögzített felvételről az amerikai haditengerészet megállapította, hogy valódi. Az látszik rajta, hogy egy szerintük földön kívüli jármű amerikai hadihajókat követ, és Cass Clark leírásával egyezően ez is piramis alakú. Ezt a különleges felvételt Jeremy Corbell oknyomozó filmes szerezte meg, és tette közzé. Ez jelentős információ. Valószínűleg a legjobb katonai UFO felvétel.
Legalábbis amit én láttam, de szerintem nincs is jobb. Rengeteg rendellenes, általuk UFO-nak minősített tárgy közelítette meg a hajókat. Az egyik ilyen esetről készült ez a felvétel. Ismeretlen eredetű tárgyak. Mit gondolsz erről? Néha háromdimenziósnak látom. Természeti jelenség is lehet. De nem látod ott, hogy látszik, milyen a térbeli formája? Igen, ott látni. Hiteles felvétel, amit nem tudok megmagyarázni. Azon tűnődöm, hogy ez az információ befolyásolja-e az eredményt. Nem is tudom. Nem jutok szóhoz. Legmerészebb álmaimban sem gondoltam, hogy hivatalosan igazolt, piramis alakú UFO-ról készült felvételhez jutunk. Csak nem ugyanolyanról, mint amilyet a szemtanunk Cass Clark látott Wellsben. Lehet, hogy a vallomása ezáltal még jelentősebb lett. A 2016. februári Pentörhi eset egy sor felvetést von maga után, de most félre kell tenni az előítéleteinket. A tények és a tudomány alapján kell következtetésre jutnunk. Jól van, összegezzük a tényeket. A Wellsi Roswell. Cass piramis alakú űrhajókat látott az égen, és az imént láttunk piramis alakú űrhajót az amerikai haditengerészet felvételén. És ott voltak azok a kettétört törzsű fák. De aznap este nem fújt szél, nem volt szeizmikus aktivitás. Cass ráadásul látott C-130-asokat, Herkules helikoptereket, Apache helikoptereket, és egy E-3-as Sentry gép is körözött fent. Mindez napokkal azelőtt történt, mielőtt tényleg történt valami. És Cass három poligráfos teszten ment át. És ki tudjuk zárni az időjárási okot, a szeizmikus eredetet. De még sincs elég hihető bizonyítékunk, hogy ezt kivételes eseménynek bélyegezzük. Igen, de a Védelmi Minisztérium a 26-os bekezdésre hivatkozott, vagyis történt valami, csak talán nem akarnak róla beszélni. Ideje kiteríteni a kártyáinkat. A Dale Wellsben 2016-ban észlelt UFO jelenség vajon földön kívüli eredetű volt, vagy nem? Mi a véleményed? Cass története impozáns volt. Egyértelműen hatott rá valami, amit nem tud megmagyarázni. Tudjuk, hogy őszinte. Igen, a Védelmi Minisztérium szerint tényleg történt valami, de ez nem jelenti azt, hogy idegenek érkeztek. Ezt figyelembe véve úgy vélem, az ügy megoldatlan maradt. Értem, az én véleményem, hogy erősen hiszek Cassnek. Szerintem remek volt a beszámolója, és rengeteg érzelmet vitt bele. Nem hazudott. Egyértelmű, hogy valami fura történt abban az erdőben. Annyira kár, hogy nincsenek erről felvételek. Pont emiatt szeretnék felhívást tenni. Ha a közelben vannak, és van még bármi információjuk az esetről, ha van videófelvételük, vagy telefonos felvételük, akkor keressenek meg minket, mert jelenleg nincs magyarázat. Ez a különleges Wellsi eset legalább annyi kérdést vet fel, mint amennyire választ ad. Teljesen biztos vagyok abban, hogy valami nagyon furcsa történt aznap éjjel Pentörkben, 2016-ban. Akár földön kívüli, akár nem. Kétségtelen, hogy a katonaság nem akarja, hogy tudjunk róla.